Szecsei utak, sziasztok! A világításról akartam beszélni, egyébként csináltam egy pár rövid videót is, de úgy döntöttem, hogy inkább nem vagdosok annyit és felteszem. Szóval tudjátok, most már reggel is ugye sötétebb van, főleg jön az esős időszak, délután is hamarabb sötétedik, vagy este, és látom, hogy rengeteg autó egy lámpával közlekedik, a tompított fényszóró helyett a ködlámpát, ettől egy faszkapok, ködlámpát kapcsolja be, vagy csak a ködlámpát és a helyzetjelzőket használja, de nagyon jellemző ez a fél lámpás. Nem akarom osztani az észt, mert ugye megvannak a szabályai a lámpa használatnak, de szerintem most itt van az ide, hogy mindenki megnézze, hogy hogy tudja kicserélni, vagy esetleg szervízbe időpontot kér, mert higgyetek nekem, hogy bejön egy ilyen esős, borúsabb idő, hamarabb sötétedik este 6-7 óra felé, és egyszerűen nem fogtok kettőig látni, így is az útbörű tényleg le vannak kopva, és szerintem nélkülözhetetlen normális tompított fényszóró. A ködlámpásokon nem tudok mit kezdeni, minden évben teszek fel erről valami videót, meg itt a 31-es infóba is teszek egy kiírást erről, de egyszerűen egyre több van, és már ahogy jövünk haza valahonnan így délután este felé, már látom, hogy ködlámpával jönnek velünk szembe. Tehát ettől áll a cerka gyerekek, hogy ködlámpa világít. Szerintem ez nagyon gyerekes, és ne haragudjatok, de inkább nem mondok jelzőt. A ködlámpát ködve használjátok, az első ködfényszórót, jó? Ha valaki hátul bekapcsolja, valószínűleg úgy felejtette, vagy nem tudom, nem ért hozzá, de az első látszódik, hogy határozottan, tudatosan be van kapcsolva, ezzel növeljük az amúgy is kis méretünket. Én szerintem nagyon gáz. Én büntetnék érte egyébként, hiszen nem megfelelően használják a ködlámpát. Tompított fényszóróra visszatérve, tudom, hogy van amelyik autónál tényleg csak szerviz tudja kicserélni. Nekem is van olyan autóm tényleg, hogy alig férek hozzá, vagy lejön a kezem, meg ki kell kapni a lámpát, meg ilyeneket. Én megszoktam egyébként csinálni, tehát zavar, hogy nem tudom megoldani, ezért addig variálok, meg YouTube videót nézek, stb. Még rá nem jövök, hogy kell kiszedni. Például volt Volvo-nál két kis műanyag stiftet kihúztam, és a kezemben volt a lámpa. Egy csavarra ki tudtam szedni a foglalatot, és már ment bele az új izzó. De nem ilyen egyszerű, valamelyiknél, tudom, lökhárítót kell, meg sárvédő burkolatot bontani, meg nem tudom mi. Tehát van egy-két gyártó, ami kimondottan úgy készíti, hogy majd a szerviz megoldja. Hát akkor ezért kell időbe szervíztől időpontot kérni. Itt van, tessék, itt a példa jön velünk szembe. Látod? Tehát erről beszéltem. És ez már ugye este nem is annyira látszódik, ugye, mert csak egy lámpán motorosnak fogják nézni a helyzetjelzőt, azért ködösebb, esősebb időben nem annyira lehet látni, illetve ő sem fogja látni maga előtt a teret, tehát nem világít meg annyira sok mindent az útból. Úgyhogy ez csak egy javaslat, tehát nem vagyok ilyen jó, és nagyon osztom az észt, de mivel azért valamilyen szinten a szakmába vág, én ezért javaslom, hogy foglalkozzatok vele. Engem kimondottan idegesít, és engem ilyen, én azt érzem, hogy csöves vagyok, ha csak egy lámpa világít, valaki ezt élvezi, vagy valaki ezzel vallja be, és ezt tudom, hogy degradálás, de oda kellene figyelni. Ugye minden napi első indulásot meg kellene nézni, nem nagyon láttam olyan embert, aki ezzel foglalkozik, de én amikor este leállítom a motort, akkor bevilágítom vagy az előttem lévő autót, vagy a garázs falat, vagy a garázs ajtót, vagy a kaput, ahogy állok be. Nem szállok ki, de látszódik, hogy világít, vagy az előttem lévő autón visszatükröződik a két tompított fényszórom. Szerintem nem egy ilyen nagy ügy ezt. Jó, hát a nappali menetjelzőkről ne beszéljünk, ugye erről már nagyon sok kolléga is tett fel videót, hogy ugye sokszor borúsabb, esősebb időben is már a nappali menetjelző semmit nem ér, hátul pedig ugye nincs ilyenkor világítás a legtöbb autón, hiszen hogy a nappali menetjelző sok autón csak elől világít, és lényeg az, hogy ilyenkor tompított fényszorót illik szintén felkapcsolni. Ha automata állású járműved van, akkor érdemes automatára tenni, tudja a dolgát. Nappali menetjelző, aztán mit tudom, egy szürkület mivel jön akkor, akár nagyobb eső borulás miatt, vagy egyszerűen tényleg már megy le a nap, akkor bekapcsol. De szerintem valaki már látom, vannak önkéntes rendőrök az utakon, rátok villognak így is, tessék, ő is helyzetjelzővel, látjátok az Opelest. Egyébként most már, hogy a helyzetjelzőre visszatérve, ugye az a helyzetünket jelzi, azzal nem kellene közlekedni, de ugye a lakottéten belül jött, itt most szerintem nem kell világítás, viszont a helyzetjelző ugye nem lehetne. De mondom, ebben nem szólok be, én sose szoktam önkéntes rendőrt játszani. Ez meg ugye látjátok, ott van lent a nappali menetjelzője, ez nem ködlámpa. Ja, és sok, itt is egy féllámpás. És sok a járműnél úgy van megoldva, bassza meg túlmentem a... elbeszéltem az időt, na nem baj. Majd már másik oldalról megkerülöm.
és sok járműnek úgy van megoldva a lámpája, hogy a tompítottal világít ugyanúgy a nappali menetjelző, és azt ugye ne nézzétek köd lámpának. Hát szerintem eléggé túlregéltem. Ja igen, és akkor sokan mondják még egy dolog, hogy a ködlámpa miért zavar. Azért zavar, mert elvonja az ember figyelmét az a dupla lámpa, az a négy lámpa. És van olyan, hogy ugye elől lehúsúroljátok a lökhárítót, és kitolatva pedig így felfeszítitek. És én rengeteg olyan ködlámpát láttam, és a tanulókkal szoktam mindig igazolni, csak nem veszem elő a kamerát. És akkor mindig mondom, hogy ugye, hogy nagyon vakító, Gabi basszus, tényleg nagyon vakít, pedig ez csak a ködlámpa. Higgyetek nekem, hogy nagyon sok ködlámpa vakít. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg akkor használjátok a kellettő, nem lesztek menőbbek. Ha menőbb akarsz lenni, akkor vegyél egy jó autót. Sziasztok!